Sziasztok! Már meséltem róla nektek, hogy amikor én pályakezdő voltam, rengeteg segítséget kaptam, és most a Hyundai Légyen Magad kampánynak köszönhetően nekem is lehetőségem nyílt arra, hogy felkaroljak egy ifjú tehetséget. Ő lett Bence. Összehoztam egy kis meglepetést neki, ugyanis ma bedobjuk élő adásba, bedobjuk a mély vízbe, és a kérdés az lesz, hogy ki tud-e úszni a partra. Remélem, hogy sikerül neki. Sziasztok! Hello, Bence! Jól vagy? Felkészültél? Persze, most látom, a reggeli kávéd megvan, a hajad csúcs, szuper, köszönjük szépen, jó a szett. Izgulsz? Persze. Jó, ne izgulj, nem lesz semmi baj, csak amit megbeszéltünk jó tagoltan, értsd, amit mondasz, gondold át. A lényeg, hogy légy önmagad, jó? Ez a legfontosabb. Csak lazán. Először úgyis bemegyünk, interjút adunk, ott bemelegíthetsz, aztán jön a nagy feladat, rendben? Rendben, rajta leszek mindenem, ahogy mondtad meg, ahogy tegnap megbeszéltük, úgyhogy csak csúri van a kezed, értem, jó? Így leszek végig. Nézegesd, ez az adásmenet, itt lesz minden, ami neked ami szükséges, fontos, így van, hogy milyen vendég lesz, milyen témában érkezik hozzád, de ezt már tegnap megkaptad este, úgyhogy felkészültél? Igen, még én készültem saját kérdésekkel is képzelni. Sziasztok! A Hyundai Légy Önmagad programnak a keretein belül lehetőségem van arra, hogy tanuljak Kis Ramonától, mert nagyon szeretnék műsorvezető lenni. Meg még kitől? Meg hát Szabó Zsófi. Most boldog a Zsófi, most ez az igen. A pillanat. Figyeld minden mozdulatát, lesd el, és most utasítsd a mégis csak itt ül mellettem, tehát bármikor. Bármikor bokáról. Igen, igen. Akkor így most a tévénézőktől elbúcsúzunk, ugye? Bence! Nagyon ügyes volt, kérő adást vezetsz, nem tudom, látod? Látod, ott vagy, wow. Nézd meg, kérő adást. Kérdezhetnek Bencétől is. Hogy érezted magad? Hát nagyon jól, köszönöm jól. Szépen. Nehéz volt egyébként? Igen, igen. Hát Bencének megvolt az első valódi, igazi, élő adása, és azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappa. Nagyon-nagyon ügyes volt. Ez az. Jó úton haladunk. Jó! Nagyon ügyes volt, nem büszke vagyok rá. Nagyon-nagyon ügyes volt, te komolyan. Emlékszel bármire, vagy annyira izgultál, semmi? Nagyon izgult, semmi. Jó, meg volt, hogy ott voltak, nagyon jó fejek voltak. De emlékszel, hogy mi történt? Persze, azért nagyjából megvan. És milyen érzés jó volt? Jó fejek a kollégáit, hallod? Nagyon köszönöm jó fejek. Szépen, igen, szerintem. És milyen érzés volt? Nagyon furcsa volt, meg ugye néztem itt magamat a monitoron, és hogy ott vagyok, és úristen, nagyon jó volt. Nagyon jól néztél ki, szépen beszéltél, volt pár őzés, de hát életed első élő műsora, szóval, hogy ez így belefér. Kérdeztél, szóval tartottad a riportot, amit behoztál, új témát, magánéletről is beszéltél. Figyelj, le a kalappal, büszke vagyok rá. Viszont amiről még nem beszéltünk, hogy azt gondolom, hogy az igazi profizmus az ott kezdődik, amikor nem egy-két-három órát dolgozol, hanem bizony lesz olyan helyzet, hogy 15-16-17, de lehet, hogy 20 órát kell forgatni, és a nézőt egyáltalán nem fog érdekelni, hogy te éhes vagy, nyűgös vagy, fáradt vagy. Neked mindig a maximumot kell kihozni magadból, kitartónak kell lenned, és ami aztán ezen felül még fontosabb, az az alázat a szakmád iránt. És nem csak a szakmát, hanem a stáb, aki körbevesz téged. Nagyon fontos, hogy egy olyan kapcsolatot alakíts ki velük, hogyha lehet szeressenek, mert ha a stáb szeret téged, akkor neked megvan teremtve az a lehetőség, hogy a legjobb legyél a munkádban. Köszönöm szépen! Bence még nem tudja, amit már én, hogy a műsor készítéshez azért még sok mindent meg kell tanulnia. Nagyon fontos például a jó memória, az alapos felkészülés, de elengedhetetlen az is, hogy minden adásnál önmaga legyen, és hogy a maximumot hozza ki magából. Én mellette leszek, mert azt gondolom, hogy egy nagyon tehetséges srác, és bízom benne. Remélem, hogy ti is. Sziasztok!